büszke vagyok arra, hogy hazánk is aktívan részese lehet Szovjetunióval és a többi szocialista országgal együtt az Interkozmos keretén belül világűr békés célú kutatásában. Külön öröm és felemelő érzés, hogy repülésünket hazánk felszabadításának 35. évfordulója tiszteletére hajtjuk végre. Legyen és szolgálja az a repülés népeink, országaink megbonthatatlan örök barátságát. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban hálás köszönetemet fejezzem ki hazám, a Magyar Népköztársaság párt és állami vezetőinek, az egész magyar népnek, a Szovjetunió kommunista pártjának, kormányának és népének. Jelentem. A Szajusz 36 hajó fedélzetén űrrepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatom maradéktalan végrehajtásának szentelem. Farkas Bertalan százados, a Szajusz 36 kutató űrhajósa. Ez az, megtörtént az öntörítés, elhangzott a döntő vezényítő, az indítókulcsos tartálásba helyezték. Ez egyben annyit is jelent, hogy mindent ellenőriztek, hogy minden rendben. Ettől a pillanattól kezdve valamennyi mozdulat, valamennyi operáció végrehajtását automata biztosítja, mégpedig szinte század másodpercnyi pontossággal. Gyakorlatilag az űrhajó feladata ezután az, hogy üldözőbe vegye az űrállomást és nyomába érjen. Fedélzetén a szovjet-magyar űrpárossal, Valeri Kubászovval és Farkas Bertalannal. A magyar kutatómérnök az 51. űrhajós, aki a Bajkonúri űrrepülőtér betonjára lépett, és Valeri Kubászov az ő nevében jelentette, hogy készen áll a repülésre. Na de nézzük, hogy mi történik a starthelyen. Egymás után hangzanak el az utasítások, a parancsszavak. Kľúč na drenáž, elzárják az üzemanyagtartályok túlfolyó szerepeit. Ezek a telemetrikus műszerek tájékoztatják a földet, az űrhajó és az űrhajósok állapotáról. Zemlya abort, ez a döntő pillanat, figyelem, a rakéta teljesen önállósult a földtől. Még néhány másodperc, látom, hogy a vezetékeket tartó árbóc már elhajlott az űrhajótól. Begyújtották a hajtóműveket. Óriási fős, mintha a rakéta borult volna tűzbe, minden rendben. Hiszen most egyszer 32 hajtómű lépett működésbe, hogy legyőzze a föld nehézségi erejét. Most! Kubászov és Farkas Bertalan egyaránt jelenti, hogy minden rendben. Farkas Bertalan jelenti, hogy egyre jobban érzi a túlterhelést, ez a sebességgel járó megterhelés. A repülés rendben. A jelentések megnyugtatóak. A rakéta már nem látszik a Bajkonúri égen, csak a repülés irányító jelenti. Azt hiszem, egy kicsit magára erőltetett tárgyilagossággal, hogy a repülés rendben, a légnyomás rendben. Már közben levált a második hajtómű fokozat az űrhajó. Tulajdonképpen a pályára tért, valahol 300 km magasságban, és a harmadik fokozat arra szolgál, hogy a keringéshez szükséges kozmikus sebességre gyorsítsa fel az űrhajót. Másodpercenként 8 km. Egy másodperc alatt 8000 méter. Fantasztikus. Thank you.
Hányszor elképzeltem magamban, hogy milyen is lehet, ha egy pillantásban elférnek a földes tengerek, és te eljuthatsz már oda, hol ezt megpillanthatod, hogyha bejárod az utat, amit be nem járhatok. Hogyha évezredek vágyait, mint összegyűjtötted, hogyha szemtől szemben legyőzted a félelmeidet, neked világosak már, a nekem idegen szavak, akkor az lehet a sorban, akit kiválasztanak. Okay.